Jó estét kívánok, aktuális című műsorunkat látják. Több évtizedes munkája elismeréseként Békés Csabáért kitüntetést kapott március 15-én Bojcán István. A műszaki háttérmunkás immár 45 éve erősíti a Békés Csabai Jókai Színház csapatát. Bojcán Istvánnal beszélgetek ma esti adásunkban a kitüntetésről, valamint munkásságáról. Üdvözlöm! Hát én is üdvözlöm mindenkit. Ezúton is szeretnék az egész stáb nevében gratulálni a kitüntetéshez és az elismeréshez. Hogyan fogadta, amikor értesült a díjról? Hát az az igazság, hogy először csak ilyen pletyka szinten hallottam róla, hogy még karácsony előtt volt a városi ülés, és hogy ott döntöttek arról, hogy majd később ez a díj, és hogy ezt a díjat én kapom. És aztán majd jóval később ugye a hivatalos formákon értesítettek. Hát én azért már kaptam egy-két kitüntetést, hála az égnek, tehát nem úgy volt, hogy először, de azért azt lehet mondani, hogy amikor a saját városától kapja az ember, az teljesen más, mintha mindegyiknek örül, de egy Budapestről jött, vagy pedig innen a várostól, akik ismernek, és azért. Ez egy teljesen másfajta volt. Mivel másabb? Ez közvetlenebb, mert először is mindenki ismer. Uh-huh. Hát vagy nagyon sokan, de azért... Ez így van mindenki. Azért nagyon sokan azt. Ismernek, és akkor ez más, hisz tudják, hogy ki vagyok. Tehát ha a Bohus Gyuri barátom, a templom harangozója, azt tudja, hogy ki vagyok. Ha valamelyik doktor úr tudja, hogy ki vagyok, mert sajnos bár oda is kellett járnom, mert amíg dolgoztam, amíg nem mentem nyugdíjba, addig nem volt ilyenre idő, hát most már az van. Úgyhogy ez mindenféleképpen más teljesen, mert hogy helybeli, és hát, amit hogy mondtam, így, ha ismernek, akkor vagy jó tud mondani, vagy rosszat, de általában van 99,99-ig jót szoktak mondani. És akkor én hálás is vagyok Békés Csabának, meg a városnak is. Mit jelent önnek ez a díj? Hát ez a díj azért jelenti azt a 4,5 évtizedet, amit itt töltöttem, a színházba is, de a városba is. És hát ugye a elejétől látni lehetett a város, én tudom követni a város fejlődését is, a színház fejlődését is. Hogy amikor idejöttem, 73-ban mit mondtak a színházról, most hol tart a színház, és amikor idejöttem, milyen volt a város, és most milyen a város. Azt, és akkor így, aki így éli át, az másképp tudja megítélni, mint aki esetleg 10 évenként egyszer eljön erre Békés Csabára, keresztül utazik 5 perc alatt, és akkor mond valamilyen vélemény. Azért ugye, aki ennyi időt eltöltött a munkahelyén is, tehát a színház is, hogy amikor még idejöttem, azért nem éppen a legjobb hírneve volt, és most meg már azért azt nem árt tudni, hogy egy kiemelt színház lett. Tehát ennél feljebb egy mi színházunk már nem mehet, csak akkor mehet, na, mit tudom, 3-szernyi vagy 4-szernyi lakossága volna Békés Csabának, de az nincs. Ha már ön is említette, akkor kanyarodjunk vissza egy kicsit a kezdetekhez, hogy milyen út vezetett idáig, és hogyan is lett ön színpadmester? Hát a legelőször, mikor idejöttem, a Létra alján kezdtem, díszítőként kezdtem. És akkor díszítőből, majd később, hát nem is olyan soká lettem, akkor még nagyobb létszámmal működött a színház, és akkor a műszaki kiszolgálás is nagyobb létszámmal, akkor lettem oldalvezető, majd akkor lettem tájszínpadmester, utána az akkor igazgató az gondolt egyet, és akkor azt mondta, hogy hát vállaljam el a gondnokságot, akkor elvállaltam a gondnokságot, és akkor utána, viszont ugyanaz az igazgató, hát hogyha nevet is lehet mondani. Egész nyugodtan. A dr. Kessel András volt, ő azt mondta egyszer, hogy hát akkor a színpadmesterséggel bíznának meg,
és akkor van rá némi gondolkodási időm, körülbelül még felállok a fotelből, mert hogy bent voltam nála. És hát azért el kell gondolni, hogy egy viszonylag fiatal embernek, hát az mégiscsak egy, hát úgymond rang egy színházba, hát elvállaltam, és aztán jó sokáig voltam az, és aztán majd később jött a Fekete Péter, és a Fekete Péter az átszervezte a színházat, és akkor műszaki csoportvezetőként tevékenykedtem, teljesen még nyugdíjban nem mentem addig. Hogyan írná le a nézőknek az ön munkáját, ha egy kicsit a kulisszák mögé betekinthetnének, akkor mi az, amit elárulna arról, hogy mi is volt, illetve mi is az a munka, amit ön végzett? Hát ami volt, hát először, amikor kezdtem, hát akkor a díszleteknek a kibehozása, berakása, akkoriban a színház még nagyon sokat ment tájelőadásra, mert akkor még nem Békés Csabai Színház volt a nevünk, hanem Békés Megyei Jókai Színház, és akkor a színháznak volt ilyen tájkötelezettsége, de az egyébként én személy szerint nekem nagyon jó volt, mert így megismertem a megyét, én a megye minden településén voltam, és folyamatosan azért olyan két évenként visszajutottunk mondjuk egy Dombegyházára, vagy egy Bucsára, vagy és akkor azért, mivel elég hosszú időt töltöttem, hogy végig kellett menni a megyén, tehát a megyének is láttam a föl, meg a lemenését, vagy éppen a fölmenését, úgyhogy úgy én így minden településen voltam Békés megyében, és aztán hát természetesen a megye székhely, a Békés Csaba is, mert hogy utána már itt voltam. És volt egy olyan időszak, amikor gondok voltam, hogy még a lakás is bent volt a színházban, tehát az tényleg igaz volt, az nem egy szlogen vagy egy mese, hogy ki sem mozdult az ember onnan. Akkor még nem volt a százas áruház sem, majd csak később lett a helyén egy romhalmaz volt, úgyhogy tényleg úgy volt, hogy mögötte volt a Hunyadi tér, hát most is ott van a Hunyadi tér, de az volt az autóbuszpályaudvar. És hát a teljesen más volt, meg a színháznál is más volt, és akkor most már eljutottunk, mint mondtam oda, hogy kiemelt színház lettünk, sőt, hogyha így elsőnek lehet dicsekedni, anélkül, hogy a mi színházunknak van most legelőször, egész Közép-Európában, hogy 10 játszóhelyes lettünk, majd most nem soká be fog mutatkozni, az utolsó játszóhely, ez egy olyan óriási dolog, hogy ennél sokkal nagyobb színházaknak sincs, de ez Békés Csabának is egy nagyon, én mindig össze szoktam kapcsolni, hogy ami a színháznak, az Békés Csabának, hisz, hogy kiemelt színház lett, az egy nagy elismerés a városnak is. De egyébként a város, meg majdnem minden intézménye, ez is egy csodálatos, tehát egy csabai dolog, hogy majdnem minden intézményünk, ugye legjobb lett a múzeum, legjobb lett a könyvtára, így halmozzuk, de egyébként nem csak a kulturális lettek a legjobbak, csak hajlamosak az emberek, például a vasúti csomópontunk is az egyik legjobb lett az ország. Tehát, hogy ami van, azok a legjobbak, és ez Békés Csabában egy utánozhatatlan dolog. Visszakanyarodva kicsit a munkásságához, mint színpadmester, milyen feladatokat kellett ellátnia a színházban? A színpadmesternek a feladata a mindenkori előadások, a rendezvények zökkenőmentes kiszolgálása. A díszleteknek a színpadra kerülése, a díszletváltozásoknak a végrehajtása, a nem játszó díszletek raktárba szállítása, behozata, az egy logisztikát igényel, mert sajnos Magyarországon nincs egyetlen egy színház sem, amelyik el volna rendes raktárral látva, és akkor általában mindig valahol van a raktár. Ez azért egy komoly logisztika, ha jól értem. Hát az különösen, mikor olyan nagyobb darabokat, amik már ilyen kamionnyi vagy több kamionnyi méretűek, például egy Monte Cristo-val, amikor mennek, akkor nem elég a színháznak a nagy teherautója,
meg a kisebb, hanem még bérelni is szoktunk, vagy egy nagy kamion, de ez régebben is így volt, hogy voltam a nyáriak, azok mindig nagyobbak, mint bent, mert akkor vinni kell még olyan plusz dolgokat, hogy takarás, hogy emelvények, tehát hogy még mindig vinni kell, és amikor mondjuk még megvolt a sátorszínház is, akkor mondjuk Kapolcsra, hogy települtek, az igazán sok kamionnyi anyagot, és akkor ott nem csak azt kell érteni, hogy a díszletek, hanem az egyéb is, hogy a hang, a fény, a kellék, a ruhák, egy-egy ilyen musicalnél ugye a ruhák az maga egy teherautó, mert van amelyikben ugye van 50 színész, és mondjuk 3x5, a 150 ruha, hát az már csak ha egymás mellé tesszük az is. És akkor hát az ilyenkor mindenkinek egy nagyon komoly feladat, tehát az öltöztetőtől a kellékesik, hogy ja, és mondjuk, hogy működjön is, tehát nem elég, hogy oda, hát igen. Annak még működni is kell, mert ugye akkor 2 perc alatt megbuktunk, és akkor hát ugye a díszletnél, meg ott hát ugye a színház az a kiemelten baleset és tűzveszélyes építmény. Ott van az, hogy minden szabály fel van oldva, mert például, hogy megyünk az utcán, most itt van messzire egy építkezés, és ki van odaírva, hogy lengőteher alatt tartózkodni tilos. Hát ilyen színházban nem, hát színházban minden lengőteher csak fölöttünk van, mert trégerekben vannak kötve a díszletek, és akkor ott van a színészek fölött, és kicsit furcsa lenne, ha tudom én, védős is abba kellene. Tehát de egyéb sok szabály is ugye feloldódik a színpadon. Na, de pont ezért nagyon oda kell figyelni, mert egy-egy rossz mozdulat, az már baleset veszélyt okozna. Hát például a zsinórosok, vagy aki zsinórban van, azok az egyik legveszélyesebb. Tehát, hogy a Kraszkó Gyuri barátom valamit fönt eltéves, csak 5 centit, akkor már ott lent Bartus Gyula veszélybe van. Tehát így, és akkor ezt koordinálni, hogy az is meg legyen, minden a helyén legyen, működjön az utolsó csavarig, az azért egy komoly, és az egy stresszes egy munka. Igen, ahogy ön is elmondta, ez azért nagyon összetett feladat, ez a sok minden, amire oda kell figyelni, de azért az ön élete szerves része már a színház életének, de mégis meg kell kérdezzem, hogy ha valamit ki kellene emelni, mi az, amit a legjobban szeret a munkájában? Hát most már, hogy már most elég régóta úgy nem szólnak bele konkrétan, hogy mit csinálni. Tehát az egy nagyon szabadság. Nagy elismerés. Igen. Igen. És akkor ez viszont a másik oldalról az egy hátrány is. Hát már ugye, hogyha megmondják, hogy ezt a pohár vizet ide tegyük, akkor az könnyebb dolog, mint hogyha kitalálni, hogy hogyan, mi módon. Én nagyon szeretem, és akkor itt kapcsolódok a városhoz vissza, én nagyon szeretem a díszünnepségeket. Uh-huh. Az mindig rám van bízó, hogy úgy 99%-ig, és mit tudom én, egy október 23-a, egy augusztus 20-a, amikor csináljuk, vagy most március 15-e, és akkor mit tudom én, például ugye a Fiumét be kellett rendezni Pilvax kávéházzá, tehát ezeket azért ez hogy mondjam, egy kicsit szabadabb, mint a színház, azért mégis egy látványos. És egyébként meg ugye most, amióta a városhoz tartozunk, de már előtte is, mindig kiszolgáljuk a igényeit, az így nemű igényeit a városnak. És akkor azért kint most is ugye a főtéren látni lehetett, hogy ott volt az a hatalmas zászló, hát hogy először is fölrakni, az akik fölmentek oda, mondtam is, hogy hát fiúkhoz, megérdemelte, én már 65 évvel már nem biztos, hogy a városháza tetején kellene lennem. És akkor, tehát az ilyen munkákat, azokat, vagy pedig minden évben van például 24 órás szavaló verseny. Uh-huh. És annak minden évben más díszletet szoktam kitalálni, hogy ne ugyanaz legyen, és akkor hát azt megcsinálni, akkor, hogy az működjön, funkciója legyen minden évben, hogy más legyen, de ugyanígy vannak a ünnepségek is,
Tehát, hogy a, vagy a, például a, ilyen, ami látszólag nem egy nagy dolog, de hál' Istennek mind a két igazgató, utolsó két igazgató, sőt már a Konter úrnak is az volt a, az elve, hogy aki belép a színházba, az érezze, hogy méltó helyre jön, és akkor például egy előcsarnokot berendezni, és akkor az igazgató kitalálta, hogy hát ne raktárba legyenek kint azok a nagyon szép régi dolgok, hanem akkor tegyük be, és akkor én meg úgy szoktam, mint a nagy áruházakban, hogy időnként átrendezem, és akkor kedvenc kolléganőm, az Edina, az már így, hát, hogy került ez innen oda, vagy, és hát, hogy ne, és akkor, hogy méltó legyen a közönségre, mert ugye hát a színház a közönségből él, nálunk azért a kevesebb, úgymond nagy vállalkozó van, aki tetemes pénzzel támogatja a színházat, az ország különösen nyugati részén ott vannak, akik egész ilyen 100 milliós összeggel támogatják az ottani színházat. Hát sajnos nálunk ilyen nem lehetséges, mert itt nincs olyan hatalmas üzemek, hogy, hogy ezeket így bírnák. Mi a bevételből élünk, és akkor éppen ezért mindent alá kell rendelni a nézőnek. Vagyis kinek? A Békés Csabaiaknak és a Békés Csaba környékieknek. Végezetül pedig van-e valami kitűzött cél előtt, ön előtt a jövő tekintetében valami szakmai cél, ami még motiválja, azért 45 év elég hosszú idő egy színház életében, illetve egy intézményben eltöltött munkahelyen. Mégis van-e valami még, ami esetleg önt motiválja a továbbiakban? Hát most pont a igazgató, a Seregi Zoltán, már hogy névvel is lehet ugye mondani, kitalált egy nagyon jó dolgot, és az most nekem, és pedig az, hogy a vannak olyan darabok, amik még ugye nem felnőtteknek, de már nem a kisiskolásoknak, és hogy ez a középkorosztály, ugye, hogy jöjjön a színházba, és akkor a színház tulajdonképpen házhoz megy, vagyis iskolához, a közgéhez, a bármelyik középiskolához. Először ezt egy kicsit így őszintén ilyen kétkedve fogadtam, de most rájöttem, hogy ez egy tök zseniális húzás volt a Seregi úr részéről, és az, amikor, hogy oda menni házhoz, hogy hát egyébként Békés Csabán meddig tartana mondjuk bejönni, a közgő meg mellettünk van. De mégis ugye a gyerekek egy része nehezebben jön be, de mikor ott van, és akkor ott lát egy, és akkor azt mondja, fó, hát az úgy jó énekelt, na akkor majd bemegyünk, és akkor mit tudom én, az X musicalbe meghallgatni. Ez az egyik, a másik meg az elején céloztam, hogy újabb játszóhelyeket csináltunk, találtunk ki a színházba, és akkor na ez meg kell mondani, hogy még egy zseniális út, nem szoktam azért ennyire ilyen nagy dicséreteket elengedni, de ami igaz, az igaz. És például a Szihó óriási, a Vénusz Nercben, hát, és ez mind más helyen van, és a közönség is, az nagyon, hát nem lehet jegyet kapni meg. És ezt nem gondoltam én volna, hogy mondjuk egy nagy színpadi musical, és akkor egy kis színpadi Szihó, és tök, tehát nem tudok mit mondani, mert a felső mindenki, tehát aki részt vett benne, a díszítőtől, a főszereplőig, a Citor Attiláig, mindenki a legzseniálisabb, vagy az Ágikáig, tehát mindenki, és akkor azért ez egy sokkal nehezebb közeg, mint egy nagy színpadi. És akkor ez azért például engem is ilyen új elé, mert hogy itt úgy kell megfelelni mindenkinek, hogy ugye két lépésre van a néző. És az teljesen más, mint mondjuk ilyen nagy, óriási színházak, például a Víg Színháznál, ahol mit tudom én, 20 méterre van az első néző, és a leghátulja, ha egyszer mondjuk én végigmegyek ott egy alabárdal, lehet, hogy észre se vesz senki, mert 50 méterre van, az már akkora tér, hogy ez egy új, és akkor ez egy, most egy, ez úgy nekem is azt mondtam, hogy ez egy új feladat volt, de úgy néz ki, hogy egész jó megoldotta, majd most lesz még egy másik fajta,
azt még úgy nem mondanám, de hogy a közönségnek egy másik fajta meglepetés, egy másik fajta játszóhely, aminek a kialakításán pont most, de még lehet, hogy amikor itt vagyok, ebben a pillanatokban is dolgoznak. Hát akkor maradjon ez továbbra is meglepetés a nézőknek. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és a továbbiakban is sikeres munkát kívánunk önnek. Nagyon szépen köszönöm. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!